Seth Godin, az alkotás rutinja, a kreatív hatásgyakorlás titkai. Az alkotási folyamat varázsa, hogy nincs benne varázslat. Zseni az, aki leginkább önmagára hasonlít. Tilonius Monk. Valódiba, valódinál, igazabb az igaznál. Stephen Pressfield. Bíz az egyéniségedben. A világnak meg kell ismernie az alkotók munkáját. Mert amit nem osztunk meg, az nem is számít. Mert alkotók vagyunk, nem fogaskerekek a rendszerben. Probléma megoldók, önzetlen vezetők, akik azzal, hogy új megoldásokkal előrébb viszik, jobbá is teszik a világot. Mert az alkotás bizony munka, nem hobbi. Lehet, hogy nem fizetnek érte, ma még nem. Mégis profi hozzáállással végezzük a dolgunkat. Nem várunk ihletre, nem keresünk kifogásokat. A munkáért vagyunk itt. Bizonyított tény, bár a világ zajába rég beleveszett, hogy a kreatív alkotás vágyból születik, az új igazságok feltárásának, a régi problémák megoldásának, mások szolgálatának a vágyából. Az alkotás saját döntés, és nem holmi kívülről érkező isteni szikra. Létezik egyfajta rutin, egy bevett gyakorlat, amelyet bárki alkalmazhat. Ennek lényege, hogy az alkotás folyamatát a jobb szolgálatába állítjuk. Ez nem egy eredmény elérésére szolgáló eszköz. A rutin maga az eredmény, mert ez az egyetlen, amit kontrollálni tudunk. Az alkotás rutinjának kialakulásához az kell, hogy elkötelezetten álljunk a folyamathoz. Alkalmazásával elismerjük, hogy a kreatív alkotás nem egyszeri esemény. Az alkotás egész egyszerűen az, amit csinálunk, akár van hozzá kedvünk, akár nincs. Elizabeth King, szobrászművész, gyönyörűen fogalmazta meg ezt. A folyamat megment minket szándékaink szegényességétől. Tanulj meg zsonglőrködni, rajzolj bagyot, javíts a dolgokon, és ne érdekeljen, hogy ezúttal sikerül-e vagy sem. Nincs jobb út, amely elvinne a kitűzött célig, mint a rutin. És miközben fejed lehajtva dolgozol, fejed hajtasz a benned rejlő lehetőségek, valamint elődeink támogatása és jósága előtt. Első, lehetséges. Ez a könyv azoknak szól, akik vezetni akarnak, írni vagy énekelni, tanítani, újítani, érdekes problémákat megoldani. Azoknak, akik terapeuták, festők vagy vezetők akarnak lenni. A magunk fajtáknak. Bármit akarunk is, az lehetséges. Az előttünk járóknak is sikerült. Ők is képesek voltak felemelni a hangjukat, kiállni magukért és változásokat hozni. Bár más-más utat járunk be, minden út ugyanazt a sémát követi – és amint felfedezzük ezt a mintázatot, feltárul előttünk a titok. Egyszerűen csak össze kell szednünk a bátorságunkat, és mernünk kell kreatívabbnak lenni. Régóta láthatatlan erők húznak vissza minket, de leleplezhetjük, és megérthetjük ezeket az erőket, majd végre munkához láthatunk. Az alkotás gyakorlata adva van, rajtunk áll, hogy követjük-e. Ha igen, akkor ajtót nyitunk a régóta vágyott változások előtt. Második. A mintázat és a rutin Életünk alakulása egyfajta mintázatot követ. Többségünk számára ez egy jó előre meghatározott mintázat, amelyet önként és dalolva követünk. Alkalmazkodunk és beilleszkedünk, keressük a helyünket, igyekszünk minél jobb pozícióba jutni ebben a hiányokkal körbekordonozott világban. Ezt követeli tőlünk a modern, ipari termelésen alapuló kapitalista gazdaság. Fogyasztásra és engedelmességre szoktat és mi bízunk benne, hogy amíg nem térünk le a nekünk kijelölt útról, addig a rendszerek és a munkaadóink megadják, amire szükségünk van. Gyerekkorunktól arra treníroznak bennünket, hogy elfogadjuk ezt a dinamikát, és tevőlegesen is szerepet vállaljunk benne. Egyszerű alkó ez. Kövesd a lépéseket, és eléred a rendszer által beígért eredményt. Lehet, hogy nem megy könnyen, de némi erőfeszítés árán majd mindenki képes rá. Ezért koncentrálunk csak az eredményre, mert az mutatja meg, hogy jó úton járunk. Az agyunkat átmosó ipari rendszerek azt várják tőlünk, hogy eredményeinkkel bizonyítsuk, hogy hűen követtük a receptet, amit kaptunk. Érthető, hogy ezt a prioritást szem előtt tartva élünk, ha igazán fontos a biztos és kiszámítható eredmény, és valóban garantált a fizettség. De mi van akkor, ha megváltozik körülöttünk a világ? Hirtelen azt tapasztaljuk, hogy már nem mindig érkezik meg a garantált eredmény már nem olyan vonzóak a feladataink, mint szeretnénk. Nyilvánvalóvá válik, hogy az alkú kiüresedett. Szívünket, lelkünket beletettük a munkába a beígért jutalmak reményében, csak hogy ezek a jutalmak el-elmaradoznak. A fontos tevékenységhez, ahhoz, amivel a legszívesebben foglalkoznánk, nem jár kész recept az más sémát követ. A sémán alapuló rutin ellenben a rendelkezésünkre áll, bár az sem mint könnyen és gyorsan behelyettesíthető formula, nem mint garantált eredményeket hozó recept, hanem mint napi rendszerességű gyakorlat. Folyamatos és fokozatos feladat, amelyet önmagáért végzünk, és nem azért, mert garantált ellentételezést várunk cserébe. A mesterrecept egyszerű. Jó hozzávalók, megfelelő előkészületek, alaposság, hőkezelés, utolsó simítások, és kész. Ebben a sorrendben, de az első alkalom, amikor valamit először készítünk el, soha nem ilyen lineáris folyamat. Nem lehet ilyen könnyen levezetni. Ehhez az újfajta rutinhoz a kezünkbe kell vennünk a kormányt, mozgósítanunk kell kreatív erőinket. Ez ugyanis olyasmire vesz rá bennünket, amire nem képes akárki, és ami talán nem is lesz eredményes, mégis megéri csinálni. Ezt a valamit gyakran nevezik művészetnek. Az ipari termelésre fókuszáló rendszer, amelyben élünk, eredmény alapú. Lényege, hogy a lélekülő, jól tervezhető robotnak köszönhetően garantált a termelékenység. De ha vesszük a fáradtságot és kutatni kezdünk, rátalálhatunk egy másik útra, mert van másik út előttünk. Ezen az úton járnak mindazok, akik változást akarnak, akik jobbá tennék a dolgokat. Ez az út lelki rugalmassággal, rezilienciával, és önzetlenséggel van kikövezve. Aki ezen az úton jár, annak figyelme ugyan kifelé irányul, de a feladat elvégzéséhez nem vár sem külső megerősítést, sem elismerést. A kreatív alkotás nem ismétli önmagát, nem is képes rá. Ám a kreatív folyamatnak mégis van egy ismétlődő mintázata. E mintázat elemei a fejlődés és a kapcsolódás, a szolgálat és a merészség. Ezekből áll össze a napi gyakorlat. És ehhez jön még hozzá az egoizmus és az önzetlenség örökös kötélhúzása. Ezt a rutint követik írók és vezetők, tanárok és festők is. E folyamat a való életben gyökerezik, és eljuttat minket a remélt célunkhoz. Ezen az úton nem kísér minket főnök, mert nincs is főnök. Ezen az úton csak magunkra számíthatunk. Bíznunk kell hát saját magunkban, és ami még fontosabb, a magunk egyéniségében. A Bhagavad gita ez áll. Jobb, ha saját kötelességedet eredménytelenül végzed, mint ha más kötelességét sikeresen. Gondoljunk csak azokra, akik rátaláltak a saját hangjukra, és valódi hatással voltak a világra. Mind más utat jártak be, de a rutinban, amelyet követtek, sok hasonlóságot találunk. Az alkotás rutinjának alapja a bizalom. Végig kell járni a göröngyös utat, amely elvezet oda, hogy bízni tudunk a saját egyéniségünkben, amely gyakorta rejtve marad előlünk, abban a különleges emberi lényben, akivel pedig mind együtt élünk. Fel kell fedezni ezt a közös mintázatot, majd rá kell találni a saját rutinunkra, és akkor végre megélhetjük a varázslás folyamatát. A saját varázslatunkét, amelyre most oly nagy szüksége van a világnak. Harmadik. Keresünk valamit? Többségünk igen, ha fontos, neki látunk a kutatásnak, keressük azt az érzést, hatást, a változást hozó tudást. És ha nem találjuk, kutakodunk tovább, még alaposabban. Aki követ, az nem keres. Csak követi az elődök által kitaposott utat. Jó jegyeket szerez, betartja az utasításokat, halad előre fokról fokra. Aki vezet, az javítani akar a dolgokon. Hozzá akarja tenni a magáét a világhoz, és szilárd talajt keres, ahol megvetheti a lábát, Esélyt akar arra, hogy változtathasson a dolgokon, hogy kitűnjön, hogy elismerjék mindezt egyszerre. Ez a kutakodás hozta létre azt a kultúrát, azt a világot, amelyben élünk. Egyre többen és többen vágtak bele, tették hozzá a magukét, és összefűzve a szálakat, építettek fel valami értékeset. Nevezzük ezt akár művészetnek. A lényeg, hogy ez csakis az emberre jellemző viselkedés, amikor önzetlenségből cselekszünk, amikor olyasmit csinálunk, aminek talán nem lesz semmiféle eredménye, de ha igen, akkor az változást hozhat. Érzelmek vezérelte viselkedés, amikor teljesen személyes jellegű és személyes indítatású tevékenységet végzünk, hogy olyan változásokat generáljunk, amelyekre büszkék lehetünk. Ehhez pedig még soha nem volt ennyi segítségünk, mint ma végtelen számú eszköz és módszer áll rendelkezésünkre, és reális esélyünk van rá, hogy hozzátegyük a magunkét a világhoz. A mi szerepünk is fontos. A mi művészetünkre is szükség van. Érdemes jól az eszünkbe vésni, hogy nem az a kérdés tudunk-e alkotni, hiszen már alkottunk. Legalább egyszer már biztosan hallattuk a hangunkat, részt vettünk valami fontos dologban, mondtunk valami vicceset egy barátunknak, esetleg tartottunk már telt házas koncertet a Carnegie Hallban. Most az kell, hogy ezt megismételjük, csak jobban. Így az a nagy kérdés, fontos-e nekem annyira, hogy megismételjem? Ahogy azt John Gardner írta, a társadalmak és a szervezetek megújulása csak akkor tud folytatódni, ha az valakinek fontos. Negyedik. Áskida Ekmek. Áskida Ekmek, avagy kampóra akasztott kenyér. Ősi török hagyomány. Aki kenyeret vesz a helyi pékségben, megteheti, hogy kifizet még egyet, és míg az egyiket a szatyrába rakja és hazaviszi, addig a másikat a pék felakasztja a farra egy kampóra. Ha arra jár egy rászoruló, érdeklődhet, hogy van-e valami a kampón. Ha van, a kenyér gazdára lel, az éhező enyhülést nyer. És ami talán ugyanilyen fontos, a közösség tovább épül és erősödik. Aki kreatív, alkotó munkába kezd, az problémát old meg. És nem csak önmagát segíti ezzel, hanem mindazokat is, akik találkoznak majd a művével. Önzetlenül önmagunkat akasztjuk fel képletesen a kampóra, megosztjuk másokkal a tudásunkat, a szívünket, a varázslatunkat. És minél több emberhez jut el, annál értékesebb mindazoknak, akiknek van szerencséjük találkozni az alkotásunkkal. A művészettel másokért tehetünk valamit. 5. A rutin kialakítása. Van kreatív példaképed? Valaki, aki rendszeresen alkot, kapcsolatokat teremt, vezetői szerepbe kerül? Lehet a táncos zenész vagy polgárjogi ügyvéd. Minden területen akadnak kiemelkedők. A jelen szószólói, a jövő formálói. Ime néhány közülük azoknak, akik példaképeket keresnek. Patricia Barber, Zaha Hadid, Joel Spolsky, Sarah Jones, Jojoma. Tom Peters, Frida Kahlo, Bansky, Ruth Bader Ginsburg, Brian Stevenson, Liz Jackson, Simon Geertz, Jonas Salk, Muhammad Yunus, Rosen Cash, Greta Thunberg, John Wooden, Amanda Kaufman. A régen éltek és a most élők, a híresek és az ismeretlenek között szép számmal akadnak változást hozók a világ minden szegletében. Ezek a művészek szinte valamennyien hasonló pályát futottak be, hasonló munkafolyamatokat követtek, miközben teljesen eltérő műveket alkottak, teljesen eltérő körülmények között és más-más korban dolgoztak. A rutin ugyanaz maradt. És azt mi is alkalmazhatjuk. Meg lehet, nem kell nekünk sikerrecept, amely előírja, hogyan végezzük a munkánkat. És ahelyett, hogy egy előre meghatározott lépéssorozatot követnénk, talán jobban járunk, ha azt próbáljuk megérteni, hogyan is működik most a világ valójában. Kövessünk inkább egy alkotói rutint. Íme néhány meglepő igazság, amelyre eddig azért nem jöttünk rá, mert a sikerreceptek beígért, de szinte soha el nem ért eredményei után vágyakoztunk. Hallgass tovább a könyvet a Voice hangos könyv alkalmazásban. A hangos könyveket megvásárolhatod önállóan is, vagy lehetőséged van előfizetni korlátlan hallgatásra. További részletekért kattints a videó alatti hivatkozásra. Voice.